Köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a jelenlévőket. Vincenti Bíboros úr két sztorit hadd mondjak el. Az egyik a magyarságával kapcsolatos. Harangozó Ferenc, az egyik kísérő, egy szombati egyházmegyés pap mesélte, hogy egy forró nyári este megérkeztek Johannesburgba, a Dél-afrikai Köztársaság fővárosába, és Mindszenti szokása szerint megérdeklődte, hogy vannak-e a város kórházaiban esetleg magyar betegek. Hát egy asszonyt tudtak felfedezni, aki magyar származású volt, de mondták, hogy ő református, nem valószínű, hogy gyónni meg áldozni fog. És akkor a környezete felsóhajtott, mert hála Istennek föllélegzett, hála Istennek, ma már nem megyünk sehova, el voltak fáradva. De hát megint csalódniuk kellett, mert Mindszenti azonnal a kocsiba ült, és bement a kórházba, megkereste ezt a református asszonyt, azért, mert magyar származású volt. Tehát ennyit Mindszentinek a magyarságáról. Tehát egy fárasztó utazás után, egy forró nyári este, ahelyett, hogy lepihent volna, elment még meglátogasson a Johannesburgban, Dél-afrikai Köztársaság fővárosában egy magyar beteget. A másik 99. októberében részt vettem a Rómában az Európai Püspökök egyik rendkívüli szinodusán. Hát úgy bíborosok, püspökök, szakértők, megfigyelők, összesen körül 120-an voltunk, és a Szent II. János Pál pápa mindenkit meghívott egy ebédre, nyelvcsoportokba voltunk beosztva, én a francia csoportba jelentkeztem, és hát együtt voltunk a párizsi, a brüsszeli, a lyoni bíboros ésekkel. Őket persze a Szent Atya már ismerte, de voltunk néhányan, akiket nem ismert, és amikor bemutatkoztam neki franciául, hogy Márfi Gyura, veszprémi érsek vagyok Magyarországról, a Szent Atya kapásból reagált, hogy successor du kardinál, mint Szenti. Tehát, amit nagyon sokan nem tudnak, talán itt lévők közül se, hogy Mindszenti József másfél évig volt veszprémi püspök is, és utána lett esztergomi bíboros, és a pápa tudta. Kb. Ez a pápa ez mindent tudott. Hihetetlen nagy tudással rendelkezett, de most nem annyira az ő személyére fókuszálunk, hanem Mindszentére. Tehát tudta róla, hogy Veszprémben is volt püspök. Másfél évig, abból fél évet a börtönben töltött, pontosabban a Sopronkövidai fegyházban, akkor még nem a kommunistáknak, hanem a fasisztáknak a börtönében, és én már legalább 6-szor vagy 7-szer mondtam ott József naptáján, március, május valamikor, mondtam ott már emlékmisét a fegyházban, a Sopronkövidai fegyházban, ami bíboros úr kevésbé ér rá, mivel én is utóda vagyok, mint Szentinek, azért engem hívnak meg. Hát igen, amikor a szobra előtt elhaladok, amely most már ott van, 2,5 éve körülbelül, ott van a veszprémiségi palotának a lépcsőházában, egy Raffai Béla nevű művész készítette, és egy Sárkány Ambrus nevű Ausztráliából hazatért idős bácsi, már nagyon betegen csináltatta ezt a szobrot. Amikor elhaladok a szobor előtt, vagy a püspökök az képcsarnokában látom őt, akkor eszembe jutnak Benjamin Lászlónak a sorai, hogy mind sűrűbben gondolok hajdani mestereimre, az elcsöndesedett férfiakra, kik ifjúságon fölé magasodtak, megviselten és méltóságosan, akár a százados fák. Figyelmes tekintetük követ a halál árkain túlról is. Szemükkel nézem dolgaimat,
velük mérem magam, s velük e változó világot, emléknél többek ők. Ez vonatkozik természetesen Tóthy Amérra, vagy Badalik Bertalanra, vagy Rotnándorra, de mindenek előtt Mindszenty Józsefre. Szabó Lőrinc egyik legszebb verse, ki ugye magát materialistának hitte egy darabig, de ahogy a Kablebo Loránd akadémikus mondta, érsek úr, az ember vagy költő, vagy ateista. Kettő együtt nem megy. Hát mivel Szabó Lőrinc költő volt, azért nem lehetett igazán ateista. Hát az Emmauszi tanítványoknak a történetét meghallgatta, bementvén egy templomba, ahol a nagybátyja volt a lelkész, református volt, utána írta ezt a verset. Maradj velem, mert beesteledett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkonyizik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Ha egy idegen ved emberinek súgja egy hang, s ahogy látószemem elmereng a régi jeleneten az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhidon némán besuvan egy örök árny, lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis, mint testvérére néz rám, mint gyermekére. Látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, és kell a hit, a közösség, szeretet. És kezét nyújtja, mert beesteledett. Ezt nem a japásra írta, nem is egy püspök, hanem Szabó Lőrinc, mert magyar volt, mert költő volt. Nos hát, a megújulásnak vannak jelei, és ez a ugye Mindszenty országa ennek azért örülhet. Végül Pió atya jövendőlését hadd olvassam fel. Ez nem hitigazság, de a reménynek tárgya lehet. Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad az egész emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne komolyabban kérni az ő hathatós oltalmát. Tudják, ki ez az arkangyal? Gábriel, Gábor angyal, aki ugye Jézus születését is jelentette Máriának. Szent István bazilikában az oltár fölött ott van a képe, hősöktén ott találjuk, a Szent Koronán rajta találjuk, és hát ugye a hagyomány szerint ő az, aki Szilveszter pápát álmában figyelmeztette, hogy a nemzeti szuverenitás biztosító Szent Koronát az Asztrik apát által vezetett magyar küldöttségnek adja oda. Nos, reménykedjünk. Elbizakodottságra semmi ok, de reményre igen.